Köszöntöm a Kultúrszuba nézőit, Jela Jászmin Grész vagyok, mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Közel 1000 táncos ropta a Csóri Fesztivál megnyitóján. Népviseleti divat bemutatót tartottak a Művészetek Házában. Retkes Tamás fotói Gemencről. Bárdos Lajos zenei hetet tartottak Szekszárdon. Évtizedeken át a nemzetközi hagyományőrzés egyik magyarországi vezér eseménye volt a Dunamenti Folklore Fesztivál. A világ minden tájáról érkeztek ide táncosok, muzsikusok, népszerűsítve saját tájegységük kultúráját. Az első Kárpát-medencei Csóri Sándor Népművészeti Fesztivál erre a sémára épülve, kifejezetten a Kárpát-medencére fókuszálva mutatta meg azt az újra erőre kapó munkát, mely végbe ment a hagyományőrzés területén, köszönhetően az elmúlt néhány év jelentős anyagi segítségének. Tolna megye majd minden néptánc együttese meghívót kapott az első Csóri Sándor Népművészeti Fesztiválra. A nap a Kárpát-medence 30 helyszínén zajlott egyszerre, és közel 20 ezer embert, muzsikust, néptáncost, kézművest mozdított meg. Minden helyszínen az ott tevékenykedő néptánc egyesület szervezte a lebonyolítást. Matokné Kapási Julianna, a Csóri program hálózatának Tolna megyei referense azt mondta, érezhető a szakmai fejlődés a csoportokban a program beindulása óta, hiszen közel 17,5 milliárd forintot fordított 2017 óta a szervezetek működésének támogatására. Ebben az évben, meg az elmúlt évnek legnagyobb, leggigantikusabb fesztiválja. Egyszer, hogy 30 helyen ugyanígy tömegek vesznek részt, a másik pedig, hogy ez a fajta felemelő érzés, hogy népművészet, néptánc, népzene, kézművesség egyszerre mutathatja meg azt a fajta tömegességét, ami évtizedek óta működik, de most legalább összefogtunk, és így mutatjuk meg. Ez már a bemutatási szakasz, tehát a Csóri Sándor program támogatása adott egy óriási lendületet, mert voltak együttesek, akik semmiből tartották fönn magukat, és aztán ez a lendület nem csak anyagi fejlődést, hanem szakmai, óriási szakmai fejlődést hozott továbbképzésekkel és mindennel, és hát most a minőség, szerintem mindenki ugrott egy-két minőséget ezzel a dologgal, és hát ezt most prezentáljuk, ezt most itt megmutatjuk mindenkinek. A résztvevő csoportok mindegyike méltatta a program nyújtotta lehetőséget, és nagyon fontosnak tartották, hogy aki ebben a művészeti ágban tevékenykedik, találkozzon egymással. Nagyon nagy öröm táncosként részt venni ezen a rendezvényen, mert tényleg aki barát, aki ismerős, aki táncos, az ma itt van, és együtt táncol, együtt örül, együtt tölti a napot. Nagyon jó újra a régi barátokat, régi csoportokat látni, találkozni, és tényleg egy vidám, egy nagyon jó napot együtt tölteni. Ez most a néptánc ünnepen, tulajdonképpen egy 5 éves pályázati ciklusnak a lezárása, és ezzel a rendezvénnyel, illetve ez a rendezvény szemlélteti majd azt, hogy ezek az együttesek az 5 éves pályázati ciklus alatt gyakorlatilag milyen eredményeket értek el. A Csóri program előtti pályázatok azok olyanok voltak, hogy nagyrészt marketingköltségekre tudtuk inkább fordítani. Ugye ez egy együttes szempontjából fontos dolog, de nekünk lényegesebb az, hogy a zenei anyagunkat, a népviseleteinket tudjuk fejleszteni. És ez a pályázat most lehetőséget nyújtott arra, hogy tudjuk bővíteni a viselettárunkat, a népzenei adattárunkat, úgyhogy ez nekünk mindenképpen hasznos volt, igen. Felfedeztek minket!
minket újra, megkapjuk a támogatásokat, azokat a támogatásokat, amellyel újraéleszthetjük a népi hagyományokat, a csoportokat, szépen tudjuk dolgoztatni, úgyhogy teljes mértékben nagy boldogság nekünk, hogy itt lehetünk. Nálunk például Bogyiszlón most közel 40 emberrel veszünk részt ezen a rendezvényen. Fantasztikus, hogy ilyen sokan részt tudunk venni, és közel 40 emberrel képviseljük a falunkat, és tápláljuk, éltetjük a hagyományunkat tovább. Azt hiszem, amikor így a zenészek, táncosok, énekesek és azok, akik a hagyományban dolgozunk, így egy napot együtt tölthetünk, ez mindig igazán felemelő. És amikor a művelődési központtól elindultunk ide felfelé a templomhoz, hát tényleg majdnem sírva fakadtam, mert az, hogy szinte majdnem 1000 népviseletben lévő táncos zenész együtt van, az csodálatos érzés. Zsiko Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke azt emelte ki, a nemzeti identitás megtartása a következő ezer esztendő záloga. Kultúrát nem lehet örökölni, és az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, hogyha minden nemzedék újra meg nem szerzi ezt magának. Ezt Kodály Zoltán mondta, de azért kezdtem ezzel, mert valóban igaza volt Kodály mesternek ebben is, hiszen azt gondolom, hogy mi itt ma Európában akkor tudunk a következő 1000 évben is megmaradni, hogyha a nemzeti identitásunkat megtartjuk, és a nemzeti identitásunkat a néptáncon, a kézműveskedésen, és a népzenén és a népi éneklésen keresztül tudjuk megtartani. Ez a mai nap egy jó példája annak, hogy a Csóri Sándor program hogyan tette lehetővé azt, hogy egyébként nehéz helyzetben lévő együttesek, egyesületek, akik népzenével, néptánccal foglalkoznak, kormányzati támogatással tovább tudjanak fennmaradni, hiszen itt az elmúlt 5 évben számos pályázati forráson keresztül volt lehetőségük akár a népviseletüket kicserélni, akár zenekart fogadni a néptáncoktatáshoz, akár tánctanárt fogadni, és egyáltalán lehetőség volt arra, hogy a közösséget egyben tartsák. Én azt gondolom, hogy ez a program nélkül ma nagyon nehéz helyzetben lennének a népzenével és a néptánccal foglalkozók. Köszönet érte, hogy működnek, és köszönet azért, hogy ilyen támogatásokat lehet igénybe venni. A nap folyamán a város több pontján mutatkoztak be a résztvevő egyesületek, de a rendezvény részeként megismerkedhettek az érdeklődők a környező települések viseleti kultúrájával is. A Csóri Fesztiválhoz kapcsolódóan Tolna megye szinte összes népviseletét bemutatták a Szekszárdi Művészetek Házában egy különleges divat bemutató keretein belül. 8 tájegység ruháiban vonultak fel a kifutón a hagyományok őrzői. A leghétköznapibb viseletektől az ünnepi ruhákon át mindenre sor került. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza a ma emberéhez a régi kor ezen gyöngyszemeit. Az egyik legismertebb Tolna megyei népdal közös eléneklésével kezdődött a különleges divat bemutató a Szekszárdi Művészetek Házában. Az este folyamán nem csak a szebbnél szebb ruhadarabokat csodálhatták meg az érdeklődők, hanem emellett sok érdekességet is megtudhattak azokról. Korábban is csináltunk már népművészeti rendezvényeken viseletbemutatókat, úgyhogy nem új keletű ez a fajta bemutatkozása a népviseleteknek. Szeretnénk, hogyha a mai embere megszemlélni,
megnézni, megcsodálná, megismerni ezeket a régi viseleteket, és esetleg netán ihletet merítene abból, hogy hogyan lehet ezeket a ma számára megőrizni, és esetleg a mai viseleteken, mai ruhadarabokon is hasznosítani, hordani. A mai színpompás Tolna megye című bemutatónkon Tolna megye 8 tájegységéről láthatunk viseleteket. Ezek elsősorban azok a nagyobb, kisebb-nagyobb tájegységek, akik velünk együtt élnek, illetve ezek közül kuriózumként van néhány olyan is, amelyek egyfalvas települések, tehát csak egy falu képvisel egy-egy tájegységet. Erre nagyon jó példa Sióagárd, ahol ez a gyönyörű színpompás, a magyar népviselet egyik legszebb gyöngyszeme csak ebben az egy faluban található meg. A Sióagárdin kívül még nagyon érdekes, szintén egyfalus viselete van Bogyiszlónak, ami kicsit hasonlít a Sárközhöz, de mégis nagyon sok-sok egyediséget hordoz. Bogyiszlóról jöttünk, hogy bemutassuk ugye a népviseletünket és a hagyományainkat. Ez egy lány, fiatal lány viselet, és Selyemből van. A felseje az letűzött röpike, dédszüleim is igazából bogyiszlóiak, és ez miatt is ők varták a legtöbb ruhát. Nagyon közel áll a szívemhez. A viselet szimbólumhordozó jelleggel bír, használati szerepén túlmenően jelzi viselőjének nemzeti hovatartozását, életkorát, családi állapotát, társadalmi státuszát. A nők, és természetesen a férfiak is, mindenkorban szerettek szép ruhában járni, így a divat fogalma nem volt idegen a Kárpát-medence népeitől sem. Voltak, akik utánozták a nyugat-európai viseletet, mások ragaszkodtak elődeik hagyományaihoz. Tehát régen már ránézésre lehetett tudni, hogy ki honnan jött, milyen idős, hajadon vagy férjezett, szegény vagy gazdag családból származik-e. Igyekeztünk úgy összeállítani, hogy kor szerint is többféle korosztály jelenjen meg, a fiatal lánytól az idősasszonyig, illetve férfiig, illetve szeretnénk bemutatni a mindennapok viseletét, és ez mellett az ünnepi viseleteket, egészen a legvégén, a program legvégén mennyasszonyi ruhákat, illetve esküvői, mennyegzői viseleteket láthatunk. Elsősorban a fiatalok élénk, világos színeket viselnek, az idősebbek, ahogy korosodnak, egyre sötétül a viseletük, míg 50 éves koruk után általában feketében járnak. Érdekesség még, hogy lesznek eredeti darabok is, olyan ruhadarabok, amelyek több száz évesek, és lesznek olyanok is, amelyek természetesen vadonatújak, csak ugye a régi viseleti minták alapján készítették őket. Az esemény célja az volt, hogy kicsit közelebb hozza a ma emberéhez a régi kor ezen gyöngyszemeit, és az érdeklődő tekinteteket elnézve ez sikerült is. A pünkösdi hal és vadünnep egyik kiemelt programja Retkes Tamásnak, a Vosinszky-Mon megyei múzeum fotósának kiállítása volt, melyet a Vármegye házában nyitottak meg. Ám ezúttal nem a régészeti kutatások eredményeiről készültek a képek, hanem a gemenci erdő állatvilágáról. Retkes Tamás megszállott természetfotós, és az elmúlt két esztendő legsikeresebb pillanatait tette közszemlére. Egy kezdő fotó számára is élmény a természeti áldása, hiszen olyan szépségeket kaphat lencse végre, melyek tovább lendíthetik ők, és újabb megörökíteni valók felé terelik. Retkes Tamás egészen biztosan nem nevezhető kezdőnek ebben a szakmában, hiszen hosszú évek óta járja az erdőt, abban is elsősorban gebencet, és olyan sikerrel kötött barátságát az ottani élővilággal, hogy az ott készült képek számos nemzetközileg jegyzett természetvédelmi oldalon kaptak már helyet. Amikor nem a természetet járja, a Vosinszky-Mon megyei múzeum fotósaként éli mindennapjait, de amint az ideje engedi, beöltözik, hosszú kilométereket gyalogol az erdőben, egy megszokott útvonalon, hogy a témáját megtalálja. Igazából kikapcsolódni megyek oda. Tehát kiszakadni ebből a nyüzsgésből, a városból, a mindennapokból. Egyszerűen, ha nem jutok ki, akkor nem tudok feltöltődni. Föltölt. Tehát szükségem van rá. Kimegyek, csend van, nyugalom van, állatok, a természet és én. Beleolvadok a természetbe is, föltöltödöm. A természettel nagyon jó a kapcsolatom, mondja mosolyogva, az emberekkel kevésbé. De aki ismeri Tamást, tudja, hogy ezért ez egy kicsit erős. Minden fotós ezzel kezdi egyébként, mindenki természetfotós akar lenni. Úgymond egyszerű fotózni, mert a szépet
kell lefotózni, amit meglátsz. Én nem tartom speciálisnak, ezt szerintem bárki tudja fotózni. Aki szereti a természetet, annak könnyebb. Én pont ezért érzem úgy, hogy nekem ez nagyon egyszerű. Én bármit fotózok, a természetességet akarom visszaadni, és ez nem csak a természetben igaz. Akár egy esküvőn, ha fotózok, akár egy tárgyfoto, egy reklámfoto, egy műtárgy, nem szeretek belenyúlni a képekbe, azt úgy akarom visszaadni, ahogy azt én ott látom. Igyekszem nem megzavarni őket, de ezt, aki természetfotós, az mindenki tudja, hogy ezt így nem lehet kikerülni. Sajnos még mi is megzavarjuk egy kicsit a vadat, de így van. Tehát, hogy én nem etetem a vadat, nem hívom oda. Én igazából amit látok, azt fotózom. Én nem a beülős fotós vagyok, én a cserkelő, aki megy akár 25 kilométert, és ami elém jön, azt fotózom. Nyilván már ismerem a területet, tudom, mikor merre mozognak, azért próbálok úgy mozogni én is. Van, amikor szerencse is kell hozzá, és van, amikor meg nem látok semmit, de akkor is friss levegőn vagyok, föltöltődök, kikapcsolódok. Gemenc egy olyan vidék, mondja Retkes Tamás, mely minden természetfotó számára megfelelő telep lehet. Van, aki kilométereket képes utazni azért, hogy a számára megfelelő képet megcsinálja. Nekem mondja, ez az erdő megad mindent, amire vágyom. Sokat kell kimenni. Hát én pont azért szinte ugyanazokat a köröket róvom le mindig. Van 2-3 hely, ahol megyek egy ilyen 15-25 kilométeres kört, azokat már ismerem. Most mehetnék, meg nyilván fogok majd menni azért más helyekre is, de ezek már megszokottak, ismerem, tudom, és pont azért, mert mindig ugyanoda megyek, ezért előbb-utóbb valamit lát az ember. Nagyon sokáig kijártam, van egy nem olyan régi fotóm, ahol 3 sakál van a fotón, és a háttérben meg még 3 szarvas. Tehát, és mindenki mondja, hogy szerencse is kell hozzá, nyilván az is kell, hogy pont akkor, pont ott legyek, de az, amit meg én mondok, hogy sűrűn kell kimenni, és akkor tudom, hogy arra mozognak, szerencse is kell valóban, de ez szerintem nem egy rossz dolog. Tehát ezt mindenki úgy állítja be, hogy jó van, szerencséd van. Hát kell hozzá. Nyilván a fotó nem mindig adja vissza, tehát ezt meg kell élni, és ezeket én őrzem meg, akik közel állnak hozzám, azoknak elmesélem, ha kíváncsiak rá. Tehát igazából végig mehetnénk mind a 30 képen, és mindegyikről biztos, hogy tudnék beszélni. Hogy az éppen mikor, hol, hogyan készült. Nagyon sok természetfotós már fölismeri, hogy na, ezt a bikát tavaly is fotóztam, én nem ismerem föl. Tehát, hogy én szeretem fotózni, kimegyek, fotózom, biztos, hogy van olyan bika, amit tavaly is fotóztam, és föl kéne ismernem. Szégyen, nem szégyen, én nem ismerem föl. Retkes Tamás a kiállításra 2019 óta eltelt idő képeiből válogatott, és végül is 36 kép került a falakra. A szokásoknak megfelelően a tárlat anyaga a kiállítás bezárlásával szétosztásra kerül, a továbbiakban óvodák és orvosi rendelők falát díszíti majd. Hat kórus mérte össze tudását a felnőtt énekkarok számára megrendezett 44. Bárdos Lajos zenei hetek alkalmával. Az összejövetelnek a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ szolgált otthonául, ahova a két helyi kórus mellett érkeztek Kajdacsról, Nagydorogról vagy éppen Mözsről is énekkarok. A hazai pályaelőnyével többek között a Szekszárdi Gallarda Kamarakórus is büszkélkedhetett. A Szabó Szabolcs karnagy által vezetett kórus életére is kihatással volt a koronavírus járvány az elmúlt időszakban. 12 évvel ezelőtt vettem át az alapító Anducska Adrientől a Szekszárdi Gallarda Kamarakórust, és azóta nagyon sok szép élményben volt részünk kül- és belföldön egyaránt. Legutóbb Siógárdon énekeltünk a katolikus templomban,
nagyon nagy örömmel, és minden szereplést, minden meghívást azóta is mindig nagyon szívesen fogadunk, és így a Bárdos Fesztiválnak is állandó vendégei vagyunk. Folyamatosan kellett készülnünk, és az a két év, gondolom a kollégáim is elmondták, nagyon-nagyon sokat ártott annak, hogy ez a készülés folyamatos legyen. Amit lehetett, megtettünk. A műsorunk most se volt könnyű, a Siógárdi, és a jubileumi műsorunk 22-én majd az Újvárosi templomban, Szekszárdon szintén nem lesz könnyű, de megtettünk mindent, hogy a hiányzókat is értesítsük. Volt, amikor úgy tudtunk nekik segíteni, hogy filmre vettük a próbát, és elküldtük nekik. Így dolgoztunk. Bárdos Lajos nevével fémjelzett kórus találkozón vagyunk, ennek a megálmodója Kempelen Tünde, és a kedves férje Miskolci Otto volt, és Szekszárd városa is csatlakozott ahhoz a nemes kezdeményezéshez, hogy ünnepi hetek keretében, Bárdos Lajos zenei hetek keretében az ifjúságot és a felnőtt énekkari mozgalmat szólítsák meg. Felnőtt kórusok vesznek részt, azért, mert az Éneklő Ifjúság Diszhangversenyt külön szervezzük a középiskolás és az általános iskolás korosztálynak, az már ebben az évben megvolt, és most a megyéből hívtak kórusokat, Szekszárdról is két kórust lehet hallani, illetve egy vendégkórus érkezett Budapestről. Meghatározott műsoridő alapján kellett összeállítanunk a műsort, és mindenképpen egy bárdos alkotás el kell, hogy hangozzék. Mi az Úr érkezése művet választottuk. A Főnix református kórus régóta együtt énekel, és nagyjából 12-13 főt számlál, melynek irányítása mellett a Nagydorogi Katolikus Női Kórus alapítása is Balogh László nevéhez fűződik. A Nagydorogi Magnifikát Katolikus Kórusnak, illetve a Kajdacsi Főnix református kórusnak vagyok a karvezetője. Mindegyik kórus egy kis létszámú társaság, zenekedvelő énekesekből áll, amatőrök vagyunk, nevünkből adódóan egyházi kórusok vagyunk, ebből adódóan nagyon szívesen szolgálunk istentiszteleteken, katolikus liturgiákon, esküvőkön. A katolikus kórussal több ízben adtunk már önálló hangversenyt a Nagydorog településén és környékén. A Főnix református kórussal is adtunk egy koncertet, sajnos a pandémia miatt ez csak online formában valósulhatott meg, de hát nyitogatjuk a szárnyainkat. És most nagy szeretettel és nagy örömmel érkeztünk ide, hogy kipróbáljuk magunkat és halljunk más tapasztaltabb kórusokat, hogy hogyan lehet, hogyan kell ezt még jobban csinálni, tehát a fejlődés megmutatkozás jegyében érkeztünk, és örülünk, hogy itt lehetünk. A felkészülést egy hosszú időszaknak tudjuk be. A Főnix kórus az egy négy szólamú kórus, négy szólamot sikerült belőlük kihozni. Megszólaltattunk négy szólamú, három szólamú darabokat is. A Nagydorogi Katolikus Kórus, az egy női kar, ebből adódóan velük kettő, illetve három szólamban tudunk énekelni, mindkét kórussal énekelünk a cappella, illetve hangszerkíséretes műveket is. A pandémia mindkét kórus életében nyomot hagyott, mint minden kórusnak, úgy nekünk is abba kellett hagynunk a próbákat sajnos, de aztán, amint lehetőségünk kínálkozott, újból összejöttünk és készültünk gőzerővel erre a kórus találkozóra is, illetve a saját rendezvényeinkre is. Berlinger Attila, a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatóját örömmel tölti el, hogy 2017 óta már csak a Babits adott hont Tolna megyében a Bárdos Lajos zenei heteknek. 44. alkalommal rendezzük meg a Bárdos Lajos zenei hetek című kórus találkozót. Ennek egészen a 70-es évek végéig van egy hagyománya. Solymáron indult annak idején, Kempelen Tünde karnagy és alapító közreműködésével. Nagy örömünkre ez a 44 év után még hasonló lendülettel folytatódik most is ennek a kórus találkozónak a szervezése. Országosan is természetesen sok helyen zajlik egy hasonló program, de mi a Tolna megyei kórusokat fogjuk össze nagy örömmel. Sajnos a
főszervező alapító asszony Tünde ma nem tud itt lenni velünk egy betegség miatt, de innen is nagy szeretettel üdvözöljük, és jövőre várjuk vissza a 45. alkalommal. Egy kicsit a Covid-járvány az idei rendezvényt keresztül húzta, kevesebb kórus tudta vállalni idén a fellépést, ugyanis hát létszám problémákkal küzdöttek, nem tudtak próbálni hónapokon keresztül, és hát bizony azt tudjuk, hogy itt nem a 20-30 évesekből álló kórusok vannak, sajnos az utánpótlás hiánya itt is egy kicsit látszik, de összegezve az egészet nagyon nagy öröm, hogy mint ahogy mondottuk, 44. alkalommal is egy ilyen patinás rendezvény újra itt lehet a mi intézményünkben, és örömmel szervezzük meg a következő években is, adunk otthont a Bárdos Lajos zenei heteknek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!